Autóápolás, tisztítás, Porzelák. Német minőség, jó árban, Porzelák. De ezt már mondtam. A szélvédelem nem jött össze, nem elég gyors, a ki- és beszállás egy összetett tornagyakorlat. Na ezekért nem szeretem. Minden másért viszont imádom. BMW i8 Roadster. Az i8-as 2014-ben született a BMW Vision tanulmányautóból és nemrég megújult. Nagyobb akku, nagyobb hatótáv, nagyobb teljesítmény és még sorolhatnám, de a lényeg, hogy az eredeti i8-ast már i8 kupénak hívják, most pedig megjelent mellette a nyitható tetejű Roadster. A nagyobb akkumulátor miatt megnőtt a hatótáv, 53 km-t írnak, hogy annyit meg tud tenni pusztán elektromosan, ami a valóságban szerintem olyan 40 lehet. Akkora tankja van, mint egy motorcsónaknak, olyan 30 liter, tehát hogyha nem töltjük konnektorról az akkumulátort, akkor sűrűn kell tankolnunk. A fogyasztása olyan 8-10 liter környékén, ami egyébként nagyon jó. Nehéz, 1670 kg és ezt a gyorsulásánál érezni is. A gyári adat szerint 4,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, de szerintem azt közel sem tudja. De egyébként nem is kell tudnia. Itt van a ménes, hogyha szükség lenne rá, de nem illik hozzá. Arra ott van az M4. Az i8 Roadster bár úgy néz ki, mint valami szupersportautó, de ha utazunk vele, egyszerűen nem akarjuk, hogy ez legyen. Csak suhanni akarunk, csendesen, és ezzel azt lehet. Aki sportautót vesz, az beszélhet mellé, de valamilyen szinten szereti a feltűnést, és ez a Roadster feltűnő. Még akkor is, ha nincs hangja. Milyen vezetni? Nagyon egyszerű. Bárkinek menne. Az i8-ból úgy lett Roadster, hogy először nemes egyszerűséggel levágták a tetejét, majd kísérleteknek vetették alá, hogy a karbonbódé meg az alumínium bírják-e a terhelést. Át kellett alakítaniuk a hűtési rendszert, ugyanis a hő korábban a hagyományos értelemben vett motorháztető tetején távozott, és kabriózás közben valószínűleg nem lett volna őszinte a tulaj mosolya, ha folyamatosan 70 fokos levegőt kap az arcába. A meleg most már oldalirányban távozik a kerékjáratoknál. Ami az utasteret illeti, futurisztikus, minőségi, de a külsőhöz mérten egy kicsit talán elveszett a tervező kedvelete. A BMW prémium márka, az i8 kiváltság, az i8 Roadster pedig még egy szinten feljebb van. 52 milliótól indul az ára, felfelé. Ettől 10-ig pontozásos tornagyakorlat következik, olimpiai második helyezett versenyzőnk igen rutinosnak számít már ebben a számban, mondhatni kiemelkedik a mezőnyből. Mozgásában a kötelező torna elemek mellett felfedezhetünk korabeli orosz tánclépéseket is. Nézzük a pontszámot. Hát igen. Próbáltam tető nélkül is, és 90 km per óránál érdemes felpattintani a vászon tetőt, mert utána hát erősen benéz a menetszél, némi vákummal kísérve. Mondom ezt annak a néhány igen gazdag tulajdonosnak, akiknek van ilyen autójuk is. De szerintem erre már ők bőven rájöttek. Egy háromhengeres 1500 köbcentis 231 lóerős turbós benzinmotor hajtja a hátsó kerekeket, az elsőket pedig villanymotor, ami 130 helyett már 143 lovat, pontosabban 105 kilowattot tud felmutatni. Az elektromotor két fokozatú, a benzin pedig 6 fokozatú automata váltóval teszi azt, amit tennie kell. Mélyebb és erősebb lett a hangja, ami nem feltétlenül a háromhengeres motorból jön, sőt, onnan jön legkevésbé. Hangfalak nyomják a basszust. De jól. Az autó széles, súlypont alacsony, futómű nagyszerű, kormány pontos, irányváltás pillanatok alatt. Az i8 Roadster egy végtelenül kényelmes, jövőben néző technológiával felvértezett Gran Turismo, egy utazóautó, aminek nem az a legfőbb küldetése, hogy tele kiabálja magával a világot. Az i8 Roadsterben az utazásnak nincs célja, hanem maga az utazás a cél. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportlerre YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!